Tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket és a Karcag TV-n keresztül Karcag város lakosságát. Ahogy ígértem, időről időre egy sajtótájékoztató keretében tájékoztatást szeretnék adni a vírushelyzetről, mi a helyzet városunkban. Ennek kapcsán kértem, hogy ez a sajtótájékoztató mai napon történjen meg. Minden olyan feladatot én úgy gondolom elvégeztünk, ami a terveknek megfelelő volt, annak érdekében, hogy a város lakóinak az egészségét és életét megvédjük, minél kevesebb beteg legyen a városunkban, minél kevesebb fertőzött. Ennek megfelelően azokat a lépéseket, amit korábban is már ígértem és bejelentettem, azokat végrehajtottuk. Megtörténtek az idős otthonok bezárásai, az ott lakók kijárási tilalomban vannak, nyugodtan mondhatom, hiszen őket sem lehet látogatni, és ők sem hagyhatják el az intézményeket. Megtörtént a nevelési és oktatási intézmények zárása, kivétel az ügyeletet, ami természetesen kötelező, tehát azok a szülők, akik valamilyen oknál fogva olyan munkahelyen dolgoznak, hogy nem tudják a gyermeküket hova elhelyezni, továbbra is egy ügyeleti rendszerben, mint az ország más településein is természetesen elhelyezhetik a bölcsődében, óvodában és az iskolában a gyermekeket. Örömmel látom és tapasztalom azt, hogy nem sok gyermek kerül elhelyezésén ügyeleti rendszerben sem, tehát a gyermekeknek a jó része otthon tartózkodik. Megtörténtek azok a lépések, azok a védelmi intézkedések, ami az egészségügyben és a szociális intézményekben szükségeltetnek ilyenkor, és hadd ragadjam meg a lehetőséget, hogy megköszönjem mindenképpen az egészségügyben dolgozóknak a munkáját, legyen az az alapellátás, vagy a kórházi dolgozóknak az áldozatos tevékenységét, hiszen ők vannak elsősorban a frontvonalban, de ugyanígy köszönöm az oktatási nevelési intézményeknek a vezetőinek, fenntartóinak és munkatársainak is áldozatos munkáját, hiszen ők is sokat tettek azért, hogy ez az átállás ez zökkenőmentesen megtörténjen. Nagyon-nagyon sok figyelemfelhívó intézkedést tettünk a Karcag televízión keresztül, hírmondón keresztül, rádión keresztül és plakátokon keresztül, hogy a lehetőség szerint mindenki a saját és mások egészségét megóva otthon tartózkodjon. Ezek a figyelemfelhívások én úgy látom, hogy eredményesek voltak, hiszen egyre kevesebb embert lehet látni az utcán, és ők is bizonyos védőfelszerelésekkel vannak felszerelve. Ez mindenképpen örömteli, nagyon örülök annak, hogy Karcagváros lakossága fegyelmezetten vette tudomásul ezt a kialakult helyzetet, és ennek megfelelően viselkedik, és továbbra is kérek mindenkit, hogy az elkövetkezendő időszakban is saját magunk és mások egészsége védelme érdekében további fegyelmezettséget tanúsítsanak. Lezárásra kerültek a játszóterek, leszerelésre kerültek bizonyos sporthelyeken a tornafelszerelések, sportfelszerelések, pontosan azért, hogy ne csábítsák a jó időben sem oda a fiatalokat, hogy ne terjedjen tovább a kor, ami hála jó Istennek örömmel jelentetek, hogy még nem ütötte fel a fejét városunkban, de nyilvánvalóan az bármikor előfordulhat, hogy egy fertőzött személy érkezik a városba valahonnan, és egy fertőzött személy is elegendő ahhoz, hogy nagy tömegeket fertőzzön tovább. Nyomatékosan kérem azokat, akik külföldről érkeznek haza, hogy önkéntes karanténba vonuljanak, hiszen az egyik legveszélyesebb hordozók ők lehetnek, még akkor is, ha nem tudnak róla, hiszen általában fiatalokról van szó, és a fiatal szervezet, ahogy tudjuk nagyon jól a híradásokból, kevésbé viseli, vagy viselheti meg esetleg ez a járvány, ez a vírus.
de hordozói lehetnek, és tovább adhatják. Tehát aki külföldről érkezik, valóban nyomatékosan kérem, hogy a 14 napos önkéntes karantént vállalja be. Sokfelől érkezett segítség, ami megint egy örömteli dolog, és az igazi kun összefogást mutatja. Tulajdonképpen az első pillanatoktól kezdődően számtalan felajánlás érkezett cégektől, magánszemélyektől, amit nagy örömmel veszünk, és a teljesség igénye nélkül hagy emeljek ki néhány céget, személyt. Például Labanc János élére állt a vállalkozóknak, és miután az önkormányzat nyitotta Raiffeisen Banknál egy alszámlát, ott lehet bizonyos pénzösszegeket elhelyezni. Mindenképpen óriási segítség lesz a számunkra a védekezésben. Köszönöm a Ferretrum Kft. Felajánlását, ők fertőtlenítő eszközökkel segítenének bennünket, illetve segítenek bennünket. Nagyon köszönöm Szalai István egyéni vállalkozónak a támogatását, ő egy személyautó flottát ajánlott fel adott esetben támogatásunkra, a Betánia gyógyszertár felajánlását ők pénzben és tisztító, fertőtlenítő eszközökkel segítenek bennünket. Köszönöm ifjú Hubai Imre elnök úrnak azt, hogy a Nimród szállodát adott esetben a város rendelkezésére bocsájtja, hogyha ne adj Isten egy olyan komolyabb belügyi vagy katonai egység elhelyezéséről kellene gondoskodnunk, akkor lehetőségünk lenne erre. És számtalan egyéb más felajánlás is érkezett, amit őszinte szívvel köszönök meg. Ez mindenképpen jól esik, és mindenképpen az összetartozást, az összefogást, ami ebben az esetben rendkívül fontos, erősíti, és remélem, hogy közösen fellépve sikerül egyáltalán a járvány kialakulását is megakadályozni ebben a városban, de ha mégis, akkor a tovább terjedését mindenképpen. De továbbra is azt kérem, hogy mindenki lehetőség szerint maradjon otthon, valóban ossza be az erőit, és hogyha vásárolni kell menni, akkor is csak bizonyos napokon, beosztással lehetőség szerint hetente egy vagy maximum két alkalommal tegyék meg a családok. Nyilvánvalóan szűkült az idő, hiszen 15 óráig vannak bizonyos üzletek nyitva, de a nagyobb bevásárlóközpontokat későbbi időpontokban is meg lehet látogatni, és ott lehet beszerezni az utánpótlást. Köszönöm szépen! Ennyit szerettem volna most mondani, és nyilvánvalóan, hogyha bármilyen változás történik, akkor folyamatosan tájékoztatással leszek. És várom természetesen a kérdéseket. Ez a helyzet hogyan érintette a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjét? Lecsökkentettük az ügyfélfogadási időt és a szintjét majdnem, hogy a nullára. Elhelyeztünk különböző olyan dobozokat, amiben a kérelmeket el lehet helyezni, illetve személyes találkozót nem létrehozva telefonos ügyintézést folytatunk. Jegyző úr kiadta azt is, hogy aki úgymond otthoni munkával tudja ellátni a feladatát, az lehetőség szerint ne tartózkodjon a városházán. Minimálisra kell csökkenteni az emberi találkozások számát, ez is ezt a célt szolgálja. Van néhány olyan határidő, amelyek most járnak le a vállalkozókkal kapcsolatosan, és különböző olyan adók befizetése. Itt mi a helyzet, aki mondjuk eddig csak személyesen tudta befizetni, az most csekket hol kérhet, hogyha nem kapott csekket, vagy nem tudja elektronikus módon elintézni? Minden kérdésre a hivatal telefonon tud választ adni természetesen, és nyilvánvalóan ebben a szituációban néhány napos késéssel, vagy akár több napos késéssel is lehet számolni, már abban az esetben, hogy ha nem tudja befizetni azonnal, akkor sincsen probléma, tehát természetesen ilyenkor toleránsnak kell lenni. Láttuk a városban, hogy a közétkeztetők igyekeznek a város lakosait is ellátni. Mondom, hogy ezt polgármester úr is örömmel fogadta. Hát ez is egy olyan felajánlás, ami mindenképpen imponáló, hiszen a közétkeztetők felajánlották valóban azt, hogy egészen alacsony áron, aki igényli,
és megrendeli, azoknak biztosítanak meleg ételt, akár házhoz szállítással is természetesen. Ez nagyon-nagyon fontos. Ugyanolyan fontos, mint az, hogy a gyermekek étkeztetése hogyan zajlik. Egyébként azt is meghirdettük természetesen, hogy az idősebb lakók kérhetnek segítséget, és ha telefonos egyeztetés után van ilyen segítségkérés, akkor a bevásárlást és a receptkiváltást is intézi a város. Az is egy nagyon szép gesztus, és erről jutott eszembe, hogy tulajdonképpen olyan emberek, akik mással foglalkoznak, de most kevesebb a munkájuk, mondjuk az oktatási nevelési intézményben dolgozók, azok önkéntes munkát vállalnak, és ez egy csodálatosan szép dolog, hiszen mindannyiunk érdekét szolgálja, egy szép gesztus részükről is. De ugyanilyen szép gesztus az is, hogy folyamatosan állítják elő a különböző eszközöket, elsősorban a maszkokra gondolok, tehát az óvodákban és egyéb más helyeken magánvállalkozók, magáncégek, magánszemélyek is folyamatosan várják és rendelkezésünkre bocsátják ezeket az eszközöket. Mennyiben érinti ez a képviselőtestület üléseket? Az utolsó pillanatig gondolkoztam azon, hogy mit évő legyek ebben az esetben, hiszen a testületi ülésnek is van egy bizonyos határideje, amikor meg kell tartani, de a jegyző úrral konzultálva arra döntése jutottunk, hogy a mai testületi ülés az elmarad, és szerdára toljuk ki, meglátjuk, hogy akkor mi lesz a helyzet, hiszen a képviselőket is, mint magánszemélyeket is védeni szeretnénk, meg ilyen esetben természetesen a hivatali dolgozók is nagyobb létszámban kellene, hogy itt legyenek a városházán. Tehát a védintézkedéseknek megfelelően a mai testületi ülést azt elhagyjuk, szerdára toljuk, akkor meglátjuk, hogy hogyan alakul, mint alakul. Valószínűleg nem lesz jobb a helyzet még, tehát az óvintézkedéseket mindenképpen fent kell tartani. Ha így lesz, akkor telefonos vagy online módszerrel kérem ki a képviselő hölgyek, urak véleményét, és a törvényeknek megfelelően alakítom ki a testület véleményét. Erre van lehetőség. Nyilvánvalóan nem egy örömteli helyzet, mint ahogy az egész szituáció egy borzasztó csapás, nem csak városunkra, országunkra, az egész világra nézve, de alkalmazkodni kell, és az élet és az egészség védelme mindennél fontosabb. Nagyon szépen köszönöm az érdeklődést, a tájékoztatást örömmel adtam meg, és örömmel állok rendelkezésre a későbbiek folyamán is természetesen, és ismételten azt kérem, hogy vigyázzon mindenki magára, vigyázzunk egymásra, és tessenek otthon maradni nagyon fegyelmezetten, mint ahogy eddig történt.